Kérdezhetnétek, hogy mi a bánatot csinálok egy szobában, egy robogón ülve. Nem próbálom ki, mert most még szutyok idő van kint, viszont találkoztunk egy elektromos robogóval, aminek a paraméterei, ára, meg technikai megoldása nagyon tetszetős. Ebben cserélhető például az akkumulátor, és szerintem ez egyik legnagyobb probléma a robogózásban, autózásban, még a rollerben is talán, hogy nem tudom feltölteni napközben. Ez az Ecuter E1S nevű elektromos robogó, és valóban így van, ahogy mondtad, ennek egy kivehető akkumulátora van, amely 60 volttal működik, és 32 amperóra kapacitású. Amikor megnéztem a képeket először, akkor azt hittem, hogy ez egy, hát tudod, ez olyan két kis pici akkumulátorocska. Ez 9 kilós, mindjárt. De az előbb kivetted, és megrökönyödtem, hogy úristen, mekkora. Szóval azért ez egy jó nagy pak. Viszont ettől függetlenül megvan az az óriási előnye, hogy tudom cserélni. És hogyha mondjuk tartok egy ilyet a munkahelyemen, meg tartok egyet otthon, akkor garantáltan meglepetés már nem ér. Inkább praktikussági okai vannak annak, hogy ez kiszerelhető, nem annyira a cserélhetőségre mentek rá, hanem arra, hogy többféleképpen tudja tölteni. Tehát egyszer lehet az utcán a robogóba tölteni, vagy fel tudod vinni, hogyha nincs arra lehetőség, hogy garázsba töltsed. Tehát ez a kábel nyilván ez megy be. Így van. A motor felé. Ez a kábel pedig ide kijön, és itt be tudod rakni, itt kijön a kábel. Ez egy normál 220-as típusú történet? Igen, ez 220-ról tölthető. 32 amperóra, tehát a gyors töltésen 3,5 óra alatt tölti teljesen. Mondj még valamit azért erről a robogóról, mert ez számomra egy no-name kínai. Mit lehet erről tudni? Meg hogy mennyibe kerül? Mennyivel megy? Mennyi van beleírva? Ez egy 50 köbcentisnek megfelelő elektromos robogó. Ezt a kategóriát úgy hívják, hogy L1E2. Ennek a szabályozás az Európai Unióban, ez 45 km per óráig engedett. Az azt jelenti, hogy óra szerint 50-nél limitál. Aha. De ezt a limitációt ugye természetesen szoftveres úton el lehet távolítani belőle, folytatlanul 75-öt megy. Gyári adatok szerint 75 km tud egy töltéssel, ami a gyakorlatban, ugye lehet ez nagyon sok mindentől függ a vezető súlyától, függ az időjárástól. Persze hideg van, igen, mennyire terettől, húzom. Igen. De azért ezzel már mondjuk agglomerációból is be lehet jönni, és még talán haza is jutok este. A gyorsulása azért egy ilyen elektromos robogónak sokkal jobb, mint egy benzines 50 köbcentis. Igen, abszolút, ez marha jó benne. És mennyibe kerül? 899 ezer forint bruttó. Mert azért nekem ez keltette fel leginkább a figyelmemet, hogy amikor veszel egy komolyabb rollert, azért az olyan 2-300 ezer forintban simán benne tud lenni. Jó, vannak 100 ezer forintosok is, de az igazán komolyak azok 2 fölött vannak. Ahhoz képest egy olyan robogó, ami közlekedhet a forgalomban, mert ugye a rollernek ez a legnagyobb baja, hogy járdán se tudok fel igazán menni, úton se igazán tudok vele menni, mindenhol van egy kicsi kis ez meg az. Ez az Ecuter E1S, ez rendelkezik az Európai Unió úgynevezett Type Approval-jával, ami azt jelenti, hogy közúton közlekedhet. És akkor, ha azt most Magyarországra vetítjük, veszek tőled egy ilyet, kimegyek el az utcára, megállt a rendőr, akkor mit mondok neki? Milyen papíron van? A magyar vagy? Szabályozás jelen pillanatban úgy működik 50 köbcentis robogónál, hogy adásvételi szerződéssel és számlával. És egy jogosítványom van, autós jogosítványom. Na jó, de ez nem egy 50 köbcentis robogó. Tehát mit fog mondani a rendőr? Fogalma igen, nem lesz, mi? Igen, hát a törvényt betartva 45 km per órás sebességgel itt azért komoly gondja nem lehet az embernek. Természetesen biztosítást kötni kell rá. Aha. Na nézzük egy kicsit jobban meg, mert az kapásból feltűnik, hogy egyetlen hátránya már is van, amit te magad is kiemeltél, hogy az akkumulátorhely az elvette a bukósisak tárolót. Maradt ugyan egy hatalmas nagy terület, de pont egy bukósisak nem fog beférni. Így van. Hogyha az egy kritérium, hogy a bukósisakat is beletegyük a robogóba, akkor kell hozzá dobozt rendelni. Úgyhogy egy ilyen hátsó doboz, az mindenképp azt, mint robogós, amúgy is mindenkinek javaslom, hogy legyen hátsó doboz. Különben nem tudsz bevásárolni, meg itt küzdeni van. Fogsz majd a csomagjaiddal. Bár kampó ezen is van, tehát lehet a bevásárló szatrot is. Igaz, hogy a bukótartó ülés alatti rekesz az kicsi egy bukósisaknak, viszont milyen klassz, mert van a mobiltelefonnak USB töltő. Nem mondod, USB töltő? Igen. Állat. És ebbe a zsebbe is bele tudod dobni a telefont. Fordítsd el a kulcsot kérlek, Ákos, és akkor látszik a műszerfal, hogy... Tulajdonképpen most gyújtást adtam rá, és nincs is tovább, tehát ennyit adtam rá. Igen, látom, hogy lámpája ég. Igen, most ráadtad a kakaót. Tehát, ha kapaszkodok bele, akkor elindul. Nem. Mert ahhoz meg kell nyomni ezt a középső gombot, és csak így aktiválódik. Aha.
most elkezd visszaszámolni. Hát ez nagyon mint egy GSX-er, amikor így a... akkor kalibrálja a sebességmutató. És akkor most már... ez a vinnyogás itt a motorhang. Most be is kapcsoljuk rögtön a tempomatot. Van tempomat rajta? Igen, jelenleg 6-tal megyünk folyamatosan. Ez de jó, és ez bármilyen sebességgel tud menni egyébként? Tehát igen, igen. Kihúzom a nyeleit, azt, ameddig ott tudom, és most utána... most növeljük arra, így standard. Aha. Ez nagyon dög. Most már 28. Na, és gondolom, hogy ha ráfékezek, akkor fékre, abba hagyja. Nagyobb gázadásra, hátsó fékre, mindenre old a tempomat. Olyan, mint egy ilyen francia autó. Twingónak, meg ilyeneknek voltak ilyen óriási számokkal. Itt van az index, ugye van duda rajta, ez már teljesen ilyen, mint a hagyományos. A másik jó kis feature, az pedig az, hogyha levesszük bakról, akkor... mehetek vele itt az üzletben? Akár. Nyugodtan. Igen. Van egy ilyen parkolás segítő alkalmazás rajta. Ide. De parkol helyettem? Nem. Azt még nem tudja, de... tolatni már tud. Tolat? Nem mondod. De miért? Hány kiló ez? Ez 86 kiló. Hát akkor nem indokolt a tolatás, ez csak kényelmi funkció. Igen, ez egy kényelmi funkció, ennek talán akkor van jelentősége, hogyha egy lejtős úton valahova vissza kell menni, akkor ugye le kéne szállni, és akkor így hátra küzdesz, igen, akkor átesik a túloldalra, egyszer úgyis át fog esni a túloldalra. Igen, igen. Hát lányoknál, ugye Ázsiában ezt lányok is használják, aha, és a 45 kilós lányokra gondoltak, hogy akik mondjuk csak 145 centi magasak, nem ér, épp hogy alig ér le a lábuk, tehát ez a teknős békázás mondjuk nem működne, de akkor legyen rajta egy rükverc is. Gondolom ez ledes fényszóró. Igen, ez egy ledes fényszóró, ami úgy lett kialakítva, hogy a lehető legtöbb szögből jól látható legyen. Aha. Kerékkel együtt nem fordul el a lámpa, viszont van egy kerete, ami az oldalsó szögekből is egész tűrhetően látható. Társaitól egy kicsit megkülönbözteti az elől-hátul tárcsafék, és hogy ez nem egy agymotoros konstrukció. Pont ezt akartam megkérdezni, igen, hogy ha tárcsafék, ugye akkor elég sok minden, akkor el kell férnie, meg minden. Nem a hátsó felnívben van benne, hanem egy ilyen alumínium házban van benne ez a 3 kW-os motor. A hagyományos robogókhoz hasonlóan egy ilyen variátorházba egy ilyen bordesszia hajtja meg a hátsó kereket. Ezzel súlyt csökkentettek lényegében, ugye, hogyha benne lenne a kerékbe, akkor az növelni a rugózatlan tömeget, tehát ez komfortosabb egy kicsit ezzel menni, mint mondjuk egy ilyen teli kerékkel, ami állandóan egy nagy súly. Viszont látom, hogy rohadt nagy kerekek vannak rajta, vagy hát rohadt nagy, hát mondjuk egy robogónál általában azért ezek nem szoktak ilyen nagyok lenni, ez mekkora? Ez 12-szoros az a hátsó kerék, az első úgy szintén. Elég peres gumik vannak rajta, hát lehet, hogy Kínában az új utak már nagyon jó minőségűek, de Budapest útjaira azért kívánna egy kicsit ballonosabb gumit, viszont elég sportos kanyarodást tesz lehetővé. De meg menőn is néz ki tényleg, tehát azért ugye ez a kis igen. Karima az ilyen menőautóra hajazós. Nyugat-Európában ugye lehet két személyel is használni egy 50 köbcentis robogót. Felhívnám még a figyelmeteket az első futómű dizájnjára, ez az úgynevezett landing gear design. Repülőgépnek a repülőgép, így van, a futóműve. Futóművekről vették ezt az ötletet. Szimpla első teleszkópja van, ami 5-7 cm-es rugóutat enged. Az első keréknek egy félkarú felfüggesztése van, és elől tárcsafék. Kicsit fura az a tárcsafék, olyan 70-es évek dizájnú, nem? Igen, ilyen teli. Van teli. Egy kis retro beérzés, igen, nem? Igen, meg ez egész ez is egy kicsit olyan talán. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a Facebookon is, amikor kiposztoltam, akkor a motorosok visszakérdeztek erre, hogy hát nem eilírás ennek a forgatónyomatéka, ugyanis 130 Nm a motornak a forgatónyomatéka. Egy régi autó is. Igen, igen. Hát a Superbike magasságban van majdnem, egy 600-as sportmotornak sincs ennyi nyomatéka, a hátsó kerékre pedig szabályozottan 35 Nm-t enged. Szóval van még tartalék azért. Komám, egy nullát elírtál, nem? Hát mondom, nem. Meg lehet nézni a prospektusban, valóban így van. A villanymotoroknak ugye a nyomatéka nem függ a fordulatszámtól, tehát már nulla fordulatszámtól le tudja adni azt a nyomatékot, tehát egész más kategória. Akkor kell egy jó szoftveres, és lehet jobban.
köszönöm ezt a bemutatót, linkeket meg mindent természetesen elhelyeztem a leírásban. Direkt nem próbálom ki, bármennyire is ragaszkodtál hozzá, hogy menjek vele. Hát éppen, hogy abban maradt ez a taknyos idő, és most ma egy kicsit szebb idő van, de még mindig csupa cucc, és nem szeretném, hogy összekoszoljam vele. Köszönöm szépen, hajrá elektronyosok, hajrá!